Vidáman korcsolyáznak a gyerekek a Máté Szalkai műjégpályán. A téli sport szerelmesei egyre ügyesebbek a Szatmári városban, mivel már második hónapja hódolhatnak szenvedélyüknek a 260 négyzetméteres alapterületű pályán. Egy rég dédelgetett álom vált valóra Máté Szalkán, ugyanis több éven keresztül terveztük a városvezetők is, testnevelő tanárok is, hogy a téli sportok szerelmese is helyt kapjanak itt a városban. Most a 2016-os évben sikerült megegyeznünk egy környékbeli vállalkozóval arról, hogy műjégpályát telepítsen ide, hiszen ezek az elmúlt évben történt telek azért nem tették mindig lehetővé azt tartósan, hogy a téli sportok szerelmesei itt ilyen alföldi tájakon is tudjanak élvezetesen szórakozni. A korcsolyázás növeli a koordinációs képességet, fejleszti az egyensúlyérzéket, ráadásul sokkal kevésbé terheli meg az ízületeket, mint más sportok. Persze a gyerekek nem ezért húznak korcsolyacipőt, egyszerűen élvezik a szabadban siklás örömét. Nagyon jó ez a korcsolyapálya, és a szabadidőket itt tölthettük, és családdal is ide szoktunk jönni, ha bárhova valamilyen téli sportot akarunk, és akkor... Nagyon örülök, hogy itt megnyílt egy ilyen korcsolyapálya, mert itt is ugyanolyan esélyeket adtak, amilyeneket máshol is lehet. Nagyon örülök, hogy ide tudunk járni az osztállyal, és hogy a családunkkal is ide tudunk jönni, és megtanulhatunk jégkorcsolyázni, és hogy nyers trükköket is tudunk. A gyerekek iskolai tanórák keretében is elsajátíthatják a korcsolyázás alapjait. Úgy gondoltuk az önkormányzat vezetése, polgármester úr akarjolta, hogy korcsolyaperceket vásárolunk, így a tanulmányi időszakban, decemberben és januárban is, a délelőtti órákban, 9-13 óráig az 5 általános iskola és a 4 középiskola az önkormányzat által finanszírozott kereteken belül ingyen használhatja a korcsolyapályát. Ezen túlmenőleg este 9 óráig tart nyitva a korcsolyapálya, ahol a városlakók a többi időben a szabadidő aktív eltöltését végezhetik itt ezen a korcsolyapályán. A pálya január végéig üzemel, a Máté Szalkai önkormányzat távlati tervei között pedig egy fedett jégcsarnok kialakítása is szerepel.